veszély. Santos, fejezd már be! Elkezdődött a buli, miattad mindannyiunkról rosszat gondolnak. Rólad nem is lehet mást, Fantin. Még egy párat a helyére rakok, aztán én is megyek. Ha felkészültetek arra, hogy a mélység birodalmába lépjünk, Davy Jones tengerész Neptune királyi bírája megnyitja a rituális ünnepét. Igen! Jöhetnek a táncosnők! Hogy ez az utolsó fellépés. Más lesz nélkül a tengerészet. Már régóta más. Éppen ezért megy nyugdíjba. Gyere csak! Gyere csak, közelebb! Ez aztán a borróvér ünő! Valódi nők is vannak a hajón! Ó, tényleg? Tudod, hogy ez mű? A doki felvágja, megtömi szilikonnal. Épp úgy, mint egy párnát. Mindjárt jövök! Kösz. Mit csinálsz, kislány? Ezt a szart. Elmozdult benne valami. Benézek a hajtóműved alá. Később, ha megengedem. Na. Gyere. Jaj, ne most. Első a munka. Nekem ez a munkám, kislány. Rossz a hallásod, ugye? Ne, tudom, hogy akarok. Mi mind akarjuk. Hey, mit csinálsz? Igazat mondod. Mesélted, hogy milyen hangon szoktál ordítani. És hogy milyen édesanyja lenned, hogy sosem tesz be vele. Gondoltuk ezt, mi is kipróbáljuk. Szórakozunk veled egy kicsit! Ereszd el! Azt mondtam, ereszd el!
Vagy nagyon megbánod? Azt mondtam, eredd el! Hé, fiúk! Ide, baj van! Tudjátok, mi ez volna leginkább kedvem? Kiállítani az egész legénységet, megkorbácsolni őket, amíg a szemetek önként nem jelentkeznek. Vendővé, közöld a rossz hírt a tengerészet belső vizsgálati osztályával. Mondd meg nekik, hogy lefolytatjuk a belső vizsgálatot, és ha partot értünk, jelentést teszünk. Megsérült valaki? Fizikailag nem. Akkor meg mi az a felhajtás? Miller, hogy lehetsz ilyen érzéketlen? Jók, ez a 90-es évek, még az is baj, ha csúnyán nézel egy nőre. Nem is tudtam, hogy csúnyán is lehet egy nőre nézni. Végeztünk. Oké. Okay. Egy poroltóval? Tudod, mi lesz? Valami szaglász, jelentést. Pontosan. Amit majd eltemet egy aktakupac legmélyére. Ilyen nem fordulhatna elő, ha végre nők uralnák a világot. Hé, hey, Charlie! Én azt hittem, ők uralják. Tényleg azt hitted, hogy majd kivárják, amíg kiketünk? Nézd, körbevezeted a pasast, hagyod, hogy minden érintettel beszéljen, és vigyázol, hogy átnessen a hajókorláton, csak tőlem tarts távol. Isten hozta a fedélzeten. Én Collier Vendővé vagyok, a fedélzeti tiszt. Ő pedig Jack Guthrie, a kapitány. Régen volt. 5 éve. 3 nap múlva találkozunk egy katonai anyahajóval. Szóval minél előbb végez, annál jobb. Remélem, mindent rendben talál majd. Ha minden rendben lenne, nem jöttem volna ide. Szép nagy hajója van, kapitány. Csak egy óriás úszó kamion. Időben leszállítjuk az árut, hanem mi fizetjük a pizzát. De tisztázzunk valamit. Nem örülök, hogy a központ ránk szabadította egy ilyen piti ügy miatt. Tessék? Ez az ügy minősített erőszak. Maga pedig csak azt a látszatot szolgálja, mintha a tengerészet korrektül járt volna el az ügyben. Azt hiszi, hogy én ezt nem tudom? Tisztázzunk még valamit, csak hogy boldog legyen. A szabályzat szerint az erőszak bűncselekménynek számít, még inkább a nemi erőszak. Ezt jöttem kivizsgálni. Hogy ez korrekt vagy sem, nem érdekel. Elvégzem a munkám. Charlie, bemutatom az új hálótársad. Dolan hadnagy nyomoz a nemi erőszak ügyében. Ó, kapitány, Isten útjai kiszámíthatatlanok, ugye? Örvendek. Jöjjön, hadnagy. Megmutatom az elnöki lakosztályt. Ha bármit kíván, szóljon a fedélzeti tisztnek. De ha bármiben segíthetek... Azonnal értesítem. Látom, a kapitány már is bemutatkozott. Igen, be, de nem maradtam adósa. Észrevettem. Olvastam a jelentésben, hogy te hiúsítottad meg a támadást. Hősies lépés. Tudod, hogy miről ismerszik meg egy hős? A szerencsétlen rossz helyen van a megfelelő időben, és olyan hülye, hogy ott is marad. Lehet, hogy szerencsétlen vagy, de hogy hülye, azt kétlem.
Reyes és Santos másodtiszt, bejöhetnek. Uram. Reyes, Santos, kérem foglaljanak helyet. Azt olvastam az előzetes jelentésben, hogy egyikőjük sem ismerte fel a támadókat. Nem, hölgyem. Az arcukra húzták a sapkájukat, és nem hallottuk a valódi hangjukat. De az egyikük szóban is megfenyegette. Igen. Igen, de suttogott, elváltoztatta a hangját. Mr. Reyes, azt hiszem jobb lenne, ha külön-külön hallgatnám meg magukat, ugye? Kifáradna addig. Nézze! Tudom, hogy van ez. Nem szívesen ugrasztja ki a nyulat a bokorból. Bocsa hasonlatért. De az a helyzet, hogy a haditengerészet legújabban egyáltalán nem tűri a szexuális zaklatás semmilyen formáját. Szóval tudja, hogy van ez? Folytassa! Együtt dolgozom velük. Néha nekem van rájuk szükségem, néha nekik rám. Kérheti az áthelyezését. És akkor mi lenne? Mindenütt ugyanez van. De ha tudomást sem veszünk az esetről, újra megtörténhet. Vagy magával, vagy egy kolléganőjével. A kabin összes lakója itt van. Korszki, kezdjük magával. Elmondaná, hol járt szerda este 9-kor? Itt, és csak tengtem-lengtem. És Quentin Vail másodtiszt, ön hol volt? Én is itt voltam. A számítógépemen játszottam. És feltételezem, hogy ön is itt tartózkodott, Fantin. Úgy kell kiejteni, hogy Fantin. Minek hívhatom, uram? A hölgyem jó lesz. Szóval merre járt? Itt voltam. Olvasgattam. Tudja, imádok olvasni. Klasszikusokat? Az igazat megvalva. A Kozmót. Egy cikket a szexről. Ó, bocsánat. Az orális szexről. Remélem tanult valamit. Tudja valamelyikőjük, hogy kitámadhatta meg Reynst és Santost? Nem hallottam. Nem, hölgyem. Nem, hölgyem. Nem, hölgyem. Rendben van. Ha újra ki kell kérdeznem önöket, azt hivatalosabb körülmények között teszem. Na most elárulok nektek egy titkot. Ha megtudom, hogy ki volt, kitekerem a nyakát. Elnézést. Mondtál valamit? Aztán meghallottam a hangot, és már ott is voltak. Hárman. Kettő elkapta Wesleyt, a harmadik meg engem. És hol jött be Porter fedélzeti tiszt? Ott fent, azon az ajtón. Vigyázzon! Emberek! Emberek, mi folyik itt? Nincs semmi baj. Hé, a pokolba! Kidolgozott azzal a daruval? Nem tudom, hogy történhetett. Csak egy pillanatra hátat fordítottam. Mit keres ide le? Nyomozást folytatok. A nyomozása nincs a rakományjegyzékemen, szemben ezzel a raklappal. És mindig így szokták leereszteni? Csak a friss hús érkezik a hajóra, és eltereli a fiú figyelmét. Dawkins, Griner, takarítsátok ezt el innen! Most rögtön! Korszki, lépj le! Kis szívem, a srácoknak dolguk van. Rendezze máshol a teha délutánját. De azért jól van. Talán megütötte a fenekét. Azt a csinos kis popót. Küld le hozzám a betegszobába, szívesen megvizsgálom. Na, mit van?
Én csak azt tudom, hogy összetört egy raklap, és hogy most én nyerek. Nagyszerű. Észrevettétek, hogy azt a mini alsó neműt hordja, aminek nem látszik a bevágása? Bocs, hogy belét kötök, babám, de minden szoknyavadász tudja, hogy ahol alsó nemű van, ott bevágás is van. Köszönöm. Elnézést, hív a természet. Szabad! Nosod nagy, most éghet a füle. Miért? Bemutatom Nance doktort. Úgy tudom, hogy Mr. Miller már ismeri. Ráér egy percre, kapitány úr? Persze, foglaljon helyet. Sőt, akár átvehetné vendővé helyét. Már régen volt. Olyan ez, mint a biciklizés, jöjjön. És mik a szabályok? A koronás pasik, jó lapok. A Jolly még jobb. $1 teszek. Tartom. Igen, tartom. Emelem 5-re. Jaj, kapitány. Tőkét kovácsol abban, hogy egy nő... Bocs, hadnagy. Kérem, uraim, ne aggódjanak. Egyáltalán nem sértődöm meg azon, ha nőnek néznek. Kiszállok. Tehát ketten maradtunk. Megadom az 5-öt. És emelem 20-ra. Szóval korona van rajtuk. A koronás nők nem érnek annyit. Hm? Nem egészen. Hát, mi lesz, kapitány? Csak nem pont akkor dől ki, amikor a legjobb. És most jön a legjobb rész. Mindenki megmutatja a magáit. Ördög és pokol, csak egy 5-ös párja van. Maga jön. Vesztettem. Blöfföltek. Láttad ezeket a lapokat? Megtarthatja. Régóta adósa vagyok. Nos, beszélhetünk? Nem várhatna reggelig. De. Ja, és még valamit. Az ilyet tangának hívják. Mit értette az alatt, hogy az adósod? Csak arra célzott, hogy nem sokáig marad itt. Hé, hey, baby. Miért kerülsz engem annyira? Mi van, kanos vagy? Igen, majd megdöglök érted, kislány. Oké, akkor gyere. Tőlem ezután nem kapsz semmit, amivel dicsekedhetsz. És még megbánod, teribant! Bárcsak láthattam volna az arcukat. A férfiak olyan hülyék. Azok a nyomozásról akartam tájékoztatni, ő meg csak kártyázott. Tényleg jutottál valamire? Az áldozat nem mer beszélni. Persze, ez kemény hely egy nőnek. De tud valamit. És Rénz is tud valamit. Jaj, az a Rénz, egy mocsár szörny. Nem tudom, mit teszik rajta az a lány. Inkább bezáratnám magam egy kamionban 4 visító kölyökkel, mint hogy egy ilyen pasassal töltsem az életem a paradicsomban. Na és te? Ahogy én? Ó, tudod, én a rossz emberrel találkoztam a jó időpontban, vagy a jóval a rosszban. De legalább találkoztál vele. Hol? Egy bárban. Leült a mellettem lévő székre, azután elkezdtünk hazudós pókert játszani, és a vesztes fizette a következő kört. Mi volt az eredmény? Az, hogy egy vasat se költöttem aznap éjjel. Tengerész volt? Ó, igen. Egy hónappal azelőtt avattak. Te voltál a bárány a farkasok között. Ő nem volt farkas. Ő volt az egyik legrendesebb férfi az életemben. Na és? És én őrülten
beleszerettem. Nem kell magával. Jöjjön be! Találkozzunk a mosodában, egy óra múlva. És ne szóljon senkinek. Dolan! Jó, ott leszek. Ki volt az? Fogalmam sincs. Amint meglátott, elrohant. Úgy látszik, megijedt tőlem. Na, akkor térjünk vissza a pasihoz. Részleteket akarok. Részleteket? Részleteket? Na, ne! Csodálatos volt az a pár hét. Aztán vége lett. Miért? Rossz volt az időpont. Mosoda. De ne mondja, hogy nem kapcsolódik a nemi erőszakhoz. Ebben az ügyben már nem a politikai korrektség a lényeg. Megölték az egyik emberemet. Az én feladatom az, hogy ezt az ügyet egy gyakorlott nyomozóra bízzam. Megértette? 23 éve vagyok a haditengerészetnél. Ez az életem. Megjártam a háborút, láttam a társaim meghalni. Megtanultam, hogy az életben sok minden előfordulhat. De gyűlölöm, ha olyasmi történik, amit már nem tudok befolyásolni. A hajómon megöltek egy tengerészt, és én tudni akarom, hogy ki a gyilkos. Ezért mindegyikőtöktől várom, hogy az embereiről jelentést tegyen. Legyen szó vitáról, bosszúról, pletykáról, bármiről. Ha X matróz egy hete csúnyán nézett Y-ra, én azt is tudni akarom. 50 óra múlva találkozunk a Ticonderogával. Addig le akarom zárni az ügyet. Megértettétek? Végeztem.
hogyan néztél rá. Elárultad magad. Hadd mondjak neked valamit Jackson Robert Guthrie-ról. Nem csak, hogy a legjobb ember, akit valaha is ismertem, de nagyra értékeli a büszke nőket. Bár úgy látom, hogy veled megjárta, azért viselkedik ilyen kibírhatatlanul. Talán igaza van, én tényleg nem vagyok gyilkossági nyomozó, és ez... Ugyan már, ha most kiszállsz, abból semmi haszna nem származik senkinek. Főleg nem Tanya Santosnak, őt is képviselnie kell valakinek. Megváltozott a helyzet. Szent igaz. Ő már meghalt, nem tudja megvédeni magát. Igen, uram, nem kétséges, hogy gyilkosság történt. Oda küldök egy csapatnyomozót, maga tájékoztatja őket, ahogy megérkeznek. Igen, úgy 12-36 órába telhet. Készítse el a jelentését, és akkor azonnal megkezdődhet a nyomozás. Hogy mondta, uram? Azonnal megkezdődhet a nyomozás? Igen. Addig is maradjon vesztek. Ahogy parancsolja, uram. Itt a kapitány beszél. A Davenport fedélzetén valaki gyilkosságot követett el. Tanya Santos holttestét ma korán reggel fedezték fel a mosodában. Bárki, aki információval rendelkezik az üggyel kapcsolatban, azonnal jelentkezzen nálam. Ha valakiről kiderül, hogy tudott valamit, de eltitkolta, azzal a későbbiekben a legszigorúbban járunk el. Végeztem. Igen? Uram, mint a belső vizsgálati osztály alkalmazottjának, az én feladatom az, hogy Santos matróz ügyében a további utasítást igényeljek. Már megtettem. Romák admirális ide küld egy gyilkossági nyomozókból álló csoportot. Engem pedig utasított, hogy a nyomozást a megérkezésükig én vezessem. Csak hogy tudja, kapitány, a parancs végrehajtását most rögtön megkezdem. Meséljen nekem Tanya Santosról. Jó dolgozott, nem dumált. Csendes és kemény volt. Ahhoz képest, hogy nő. Sejti, hogy kiölte meg? Nem. És mi van Rinszel? Képes lenne megölni valakit? Ismerő a taki nem. Ne viccelődjön, Mr. Miller. Gyilkossági ügyben nyomozunk. Nem lesz könnyű dolga, hadnagy. Látja? Közeleg a vihar. Mutassa meg Santos szekrényét. Rakományt lehetettünk, újat készítünk helyette. Mit jelentenek a számok? Ebből látjuk, melyik hova kerül. Így gyorsabban megkapják. Vagy jön az ingyen pizza. Van kulcsa? Tudja, hogy kell azzal bánni? Segíthetek? Nem. Köszönöm. Kincstári vagyontárgyat akar szétverni. Csak szóljon. Izgat, hogy mit mondott Dolennek. Én sem tudok többet, mint te, haver. Mi lesz Rinszel? Mi legyen? Ezt a ládát hová tegyem? Mesélj egy kicsit Millerről. Jó fej. Régi motoros. Hirtelen haragú. Vénkecske. De van benne valami sárm. Szerinted az sárm?
Ezt a kulcsot Santos szekrényében találtam. A tűzveszélyes anyagraktár kulcs. Az hol van? Megmutathatom. Egy óra múlva végzek. Találkozunk a kabinban. Rendben. Hogy eldugott itt valamit. Hé, ezt nézd! Van a D-szinten a tűzveszélyes anyagraktárban, ez nem gyakorlat! Mit csináljak? Nyisd ki azt! Általános riadó, tűz van! Annyi tűz van! Gyorsan! Mi a franc van vele? Nem akar kinyírni! Oké, mász le! Maradj itt len! Ülj le és minél kevesebbet lélegezz! Maradj ott! Tessék! Oxigén! Tessék! Kicsiket és rövideket lélegezz! Oké, még egyszer megpróbálom az ajtót! Én is segítem! Nem? Te vigyázz az oxigénre! Olyan kémiai vegyület van, amitől leblokkol az idegrendszer. Beszélni tud? Igen. Azt hiszem, igen. Óvatosan. A füst kiszárította a nyelvét és a tüdejét. Charlene, meg vagyok. A kabuki smink nem áll túl jól nekem. Elárulná valamelyikőjük, hogy mit kerestek abban a raktárban? Tudod, Dolan... Elnézést. Találtam egy kulcsot. És mégis mikorra jönnek rendbe? Néhány órán belül. 17 órára várom a parancsnoki kabinban. Igenis, kapitány. Mindent behoztál? Be. Gyere ide. Nem is volt tűz. Mitől indult be a füst? Meghibásodott a hőérzékelő. Hé, mi van ezzel? Az Isten, itt valaki lecsavarozta! Beléphet. Jobban érzi magát? Ó, sokkal. Éhes? Hozzassak valamit? Nem, köszönöm. Iszik valamit? Úgy tudtam, hogy a hajón tilos alkoholt fogyasztani. A kapitány tarthat egy kis konyakot a kabinjában. Értem. Az erre látogató méltóságoknak. Nocsak, méltósággá nőttem ki magam. Használja ki, amíg lehet.
Úgy érzem, hogy elhibáztuk az első lépéseket. De szeretném, ha tudná, hogy én nem vagyok ellenség. Soha nem is voltam az. Adok magam elé egy testőrt. Egy testőrt? Hogy dolgozzak egy testőrrel a nyakamban? Valaki lezárta a vészkiárat fedelét és beindította az automata oltót. Nem kell ahhoz zseninek lenni, hogy rájöjjön az ember, ez csak a gyilkos lehetett. Szóval mit kerestek Charlie-val abban a raktárban? Követtük a nyomot. Meddig jutottak vele? Hát, a betegszobáig kiszáradt torokkal. Amikor megláttam a neved a jelentésen, majdnem visszamondtam a feladatot. Miért gondoltad meg magad? Azt hiszem, mert látni akartalak. Figyelmeztetettél volna. Akkor szóltál volna, hogy más küldjenek helyettem. Az is lehet. Köszönöm. Gyakran eszembe jut az együtt töltött hónap. Nekem nem. Sosem volt erősséged a hazudós póker. Mit gondolod? Van néhány egy dollárosod? Hazudós póker? Na jó. Te kezdesz. Egy pár hetes. Három hetes. Öt hetes. Átlátok rajta. Akkor teríts. Rendben. Négyen van. Nekem egy sincs. Vesztettem megint. Kapitány, gyere a parancsnoki hídra, most küldik az időjárás jelentést. Tartsd meg. Inkább te tartozz nekem. Hatalmas vihar pontosan előttünk. Beszéltem a nyomozókkal. A kiküldő csoportjuk leragadt Pearl-nél. Később jönnek. Mr. Henry, tartsa az irány, de lassítson 20 csomóra. A vendővé, ahogy fel kell a nap, készítsd fel a legénységet a viharra. Dolan imádni fogja. Ismerős? Láttam már ilyet. Tánya szekrényében találtam. És? Nézze, Rész. Maga titkol előlem valamit. Mindent elmondtam, amit tudtam. Hölgyem. Kinek dicsekedett tányáról? Korszkinak és Fantinnek? Mi van? Miért nem akarja elmondani, amit tud? Nem tudom, hogy miről beszél, hölgyem. A barátnője volt. Először meg akarják erőszakolni, aztán megölik. Maga meg nyugodtan eszi a zappelyet. Üssön csak meg. Azonnal a fogdába viszik, ahonnan nincs menekvés. Megvan a módszerem, hogy bosszút álljak.
Szép kis bűnbarlang. Kerítsétek elő Nelszt! Már késő, Duke. Meghalt. Vendővé, küld fel a biztonsági tisztet a kabinomba. Duke, zárasd le a szerelőcsarnokot, amíg kiderítjük, mi okozta a robbanást. Charlie, valakivel ellenőriztesd az összes gázpalackot. És be kell küldenem a központba a robbanásról. Szörnyű, ami rénszel történt. Csak kapitánsak voltunk, nem pedig barátok. Persze nem jó, ha valaki meghal. Főleg nem, ha így. Hogyan? Tudja, balesetben. Biztos, hogy baleset volt? Van, aki azt állítja, hogy nem. Senki sem állítja egyelőre. Kimennének egy percre? Kérem. Köszönöm. Ez itt lézerprinter, ugye? Igen. A legjobb, amit manapság kapni lehet. Talán ezt is kinyomtatná? Tudja, átnéztem a szabályzatot. A pornográfia, a tengerészet minden hajóján szigorúan tilos. Márpedig az az érzésem, hogy maga is a lakótársa ilyenekkel üzletelt. Én nem. Semmivel sem üzleteltem. Jól van, nézze. Amikor megálltunk Hongkongban, elmentettem egy-két ilyet a PC-ben. Aztán megmutattam néhány haveromnak. Nem nagy ügy. Később elkezdtek özönleni hozzám, hogy nekik is kell. És Lész üzletet látott a dologban. Egyre többet és többet akart. Aztán Korszki és Fantin is szagot kapott. Szép kis üzlet. Itt ez a sok kamos pasas a nyílt tengeren. Alig jut valakire nő. Tánya Santos könnyű prédának bizonyult. Neki semmi köze nem volt az egészhez. Rendes lány volt. Vallásos volt? Honnan tudhatnán? Nézze, ő nem volt benne a buliban. Rész annál inkább. Igen, ő rengeteg pénzt keresett vele. Én egy vasat sem. Hallgasson ide, hölgyem, tudnia kell. Imádom a haditengerészetet. Büszke vagyok rá. Akkor miért csinálta? Sejthette, hogy bajba kerül. Ahogy maga mondta, kint vagyunk a nyílt tengeren. Kell egy kis szórakozás. Thank you.
Igen. Legalább ügyelt a biztonságra. Ezt nézd meg. Nézd be a matrac alá. Ez minden? Nem. Egy napló. PRMKRF. Wesley Raines, Michael Korski és Roland Fantin pornóboltot csinált a hajóból. És ezt te onnan tudod? Vél kipakolt nekem. Tőle kaptad a kulcsot? Nem, Santos szekrényében találtam. Ő is benne volt? Vél szerint nem. De tudott róla. Raines pedig benne volt. És most mind a kettő halott. Néhány pornókép miatt? Ez most szexuális zaklatásnak minősül. Szexuális zaklatásnak minősül a nem kívánatos és nem önkéntes közeledés. Ez egyik sem volt. Legjobb lesz, ha eltűnünk innen. Mindent tudunk a képekről. Azt is tudjuk, hogy Raines-szel és Fantinnal csinálták. Hogy mondta, uram? Megtaláltuk a noteszt. Dolan hadnaggyal felállítottunk néhány teóriát, az egyik így szól. A kabintársaival együtt pornóképeket árult, Santos rájött és be akarta köpni magukat. Ezért úgy döntöttek, hogy együtt ráijesztenek. De rajta kapták magukat, engem a helyszínre küldtek, így hát megölték. És miért kellett Raines-nek is meghalnia, hogy csak két felé kelljen osztani a befolyt hasztot? Raines, álljanak meg! Ez az egész csak apró pénz volt! Mi van a harmadik támadóval, Korski? A szexuális zaklatást szigorúan büntetik. Lehet, hogy nem akart lebukni, ezért ölte meg Raines-t. Jól van, lehet, hogy pornóképeket árusítottam, de ez minden. Akiről kiderül, hogy részt vett a támadásban, azt vádoljuk gyilkossággal is, ha csak nem derül ki az ellenkezője. Útban van errefelé egy nyomozócsoport, és higgy el, azt viszik el, akire rámutatok. Mit szól, ha azt mondom? Hogy mielőtt meghalt, Raines elárulta nekem, hogy kik voltak a támadók. Maga helyében komolyan venném a hadnagyot. Romak admirális felügyeli az esetet, és a hadnagy szoros kapcsolatban áll vele. A maga helyében átgondolnám a dolgot. Elmehet. Nem mondtad, hogy Raines beszélt? Blöfföltem. Igen, tudom. Ahogy te is, amikor azt mondtad, hogy jóban vagyok az admirálissal. Beszélek Duke-kal. Ismeri ezeket. Együtt dolgoznak. Duke Miller? Na, ő kemény dió. Nem az esetem. Ó, milyen a te eseted? Tisztelettudó, józan. Megfontolt. Miért a tengerészek között nem igen találsz? Ki mondta, hogy keresek? Kapitány, hogy kerülsz te ide? Mesélj nekem Korskiról, meg Fantinról. Mit akarsz tudni? Tudtad, hogy pornóképekkel üzletelnek? Jaj, már. Ártatlan marhaság. Ugye az a csaj tüzelt fel? Az a csaj egy olyan ügyben nyomoz, ami gyilkossághoz vezetett, és a két gyanúsított Korski és Fantin. Valaki rossz irányba befolyásol. Ezt meg hogy érted? Ő az a bizonyos, ugye? Aki elhagyott Washingtonban. Ahhoz ennek semmi köze. Nagyon is sok köze van. Ébresztő, Jack. Kihasznál téged. Talán még örül is, hogy Santost kinyírták. Zaftosabb ügy, nagyobb plecsni jár érte, ha sikerül megoldania. Hagyd abba, Duke. Nézd meg magad. Teljesen az ujja köré csavar. Azt mondtam, hogy elég.
Hé, Quentin! Mi a helyzet? Ismered azt, hogy ne szólj szám, nem fáj feje? Te csiripeltél annak a pinának, mi? Eljárt a pofád? Nem! Imádkozz, Bé! Tudják, hogy a szabályzat szerint verekedni szigorúan tilos. De ha mégis így hozta a sors, én is beszállnék. Ne törődjenek a rangommal. A következő 10 percben én is egyszerű matróz leszek, mint ma. Jár ki velem elsőként! Szingapúri szabályok szerint játsz. Hátra teszem a kezem, maguk ütnek először. De mindent adjanak bele, és ne kívánják, hogy felállj. Szóval, ki kezdi? Mindjárt gondoltam. Le tud menni egyedül az orvosiba? Nem baj, ha a bal kezemmel tisztelgek. Charlie, vitesd le ezeket a fiúkat a zárkába. További utasításig ott maradnak. Rendben van. Na, indulás, galambocskái. Na jó, vége az előadásnak. A kapitány nem ad autogramot. Mindenki mehet vissza a helyére. Terjednek a hírek. Megmentetted Vél életét. Ez azért túlzás. Jól nézd meg, Dolan. William Blake azt írja, az oroszlán üvöltése, a farkas bonyítása és a viharos tenger moraja a mindenség része, melyet az ember nem képes felfogni. Egy ilyen vén tengeri medvét ezt tart életben. Nem te tehetsz róla. Megnyugtató. Nem illettünk össze. Vagyis kapitány voltál a haditengerészetnél, saját hajód volt, beérkezett ember voltál, nekem pedig el kellett döntenem, hogy merre tovább. Kösz, hogy elmondtad. Keserűnek tűz. Egy csodálkozó. Figyelj, fogadj meg egy jó tanácsot. Ha találkozol valakivel, már pedig úgy tudom, hogy ez már be is következett, ne csináld vele is ugyanezt. Jack. Nem találkoztam senkivel. Admirálissal. Úgy néz ki, hogy levonult a vihar. 24 órán belül megérkezik a nyomozó csoport. Azt mondta, hogy addig záruljuk az ügyet. Záruljuk az ügyet? Azt mondta, hogy Korski és Fantin maradjanak őrizetben. De azért kihallgatjuk őket? Szerinte ez már nem a mi hatáskörünk. Nézd, kapitány,
Van saját felelősségérzet. De ez már nem a te hatásköröd, és nem is a feladatod. Megkérdeztem az admirálistól, hogy milyen utasítást adott neked. Azt kérte, hogy maradj veszteg, nem pedig azt, hogy folytasd a nyomozást. Engedély nélkül folytattál nyomozást egy gyilkossági ügyben. Ráadásul nekem is hazudtál. Jack, hallgass ide. Mire megérkeznek, kikérdezhetjük a gyanúsítottakat. És akkor megkaphatnád a plecsnidet, ugye? Azt hiszed, hogy a karrieremet építgetem? Neked csak az számít, vagy nem? Most nem a karrieremről van szó, hanem Tanya Santosról. Azért jöttem ide, hogy megvédjek egy nőt, és sajnos nem sikerült megvédenem. Engedjen be! Sajnálom, hölgyem, de senki nem léphet be a kabinba. Ha ez a kapitány utasítása, akkor ez rám nem érvényes. A vizsgálati osztálytól jöttem. Ezen a hajón Guthrie kapitány utasítása mindenkire érvényes. Kezdek. Szívesen. Ó, Vél! Segítenie kell. Szia, Evans. Hey. Kihozhatnék pár cuccot a kabinból? Nem. Sajnos nem lehet. Nem lehet. Hé, haver, én itt lakom. Még egy rohadt tiszta alsógatya sincs nálam. Nem kívánhatod, hogy koszos gatyában mászkáljak. Na jól van, menj be. Siess már! Kösz. Hé, láttad ezeket? Nem, még nem. Menjünk arrébb. Na, mutasd csak. Jóságos Isten. Örítően néz ki. Apám, ez fantasztikus. A szabályzat. Ez is a szexuális zaklatás egyik formájának minősül. És tudja, hogy azt a főnökség egyáltalán nem tűri. Tudom. Ugyanakkor, Evans, meg lehet, hogy én mégis elnézem magának, ha maga elfelejti, hogy én itt jártam rendben. Igen, hölgyem. Fanténhez jöttem. Fantén, kifelé! Köszi, tudtam, hogy eljön. Pornográfia terjesztése nemi erőszak. Szexmániás kalózból rövid idő alatt hidegvérű gyilkos lett magából. Ugyan drágám, ezt úgysem tudja rám bizonyítani. Quentin Vail tanúskodik a pornó ügyben, Korski pedig tanúsítja, hogy maga volt az egyik támadó. Hát ez egy baromság. Azt hiszi, hogy együtt érez magával, bármikor kiegyezik velünk. Édeske maga hazudik. Azt hiszi? Igen. Korski szerint Karen a felesége bele fog ebbe rokkanni. És vajon mit szakít? Kétnek hívják, ugye? Elmondja majd az osztálytársainak, hogy az apja gyilkosságért ül. Maga csak tanulmányozta a személyi dossziémat. Hogy is volt az a verekedés Korskival Hongkongban, ha? Melyik bárban is volt?
A kék papagájban? Miről mesélt még? Arról sajnos nem, amiről szerettem volna. Hárman voltak maga, Korszki, a harmadik nevét akarom. Vél. Quentin Vél. Ne szórakozzon velem! Én úgy látom, hogy a harmadik volt a főnök. Valószínűleg Santost is ő ölte meg, aztán összehozott egy balesetet a Reese-nek. Lehet, hogy tévedek, de az az érzésem, hogy most maga következik. Ha segít nekünk, távol tartjuk magától, de ha nem, magára marad. Gondolja csak át. Egy óra múlva visszajövök. A magáé! Francot csinál itt? Magát keresem. Nos, megtalált. Ketten már rács mögött ülnek, az egyikük hajlandó megnevezni a harmadik támadót. Azt kihagyta, hogy senkit sem erőszakoltak meg? Vagyis semmi gond, ugye? Gondok csak a maga érkezése után történtek. Árulja el, hogy mi baja van velem. Nem szeretem, ha egy nő férfinak akar látszani. Maga nem ide való. Ha Tánya Santos nem lép be a haditengerészethez, ez sosem történik meg. Sajnálom magát. Tudja, hogy én kit sajnálok? Öreg barátom a Jack Guthrie-t. Több mint 25 éve szolgál a haditengerészetnél, és egy ilyen piti ügyön bukik el. De csak akkor, ha a barátját védi. Vége a beszélgetésnek. Utasítást adok a Davenport teljes lezárására. Mindenki a kabinjában marad, kivéve a szolgálatban lévő tisztek. Micsoda felfordulás. Szerintem inkább rend van. Én a helyzetre értettem. Örülök, hogy végre kiszállok belőle. Ez már nem olyan, mint régen volt. Azt ugye nem várják, hogy ezekben is megnézzük. Gondolom nem. Mostantól megháromszorozzuk az őrséget. A parancs addig van érvényben, amíg Fantin elő nem kerül. Végeztem. Nem túl jó nap ez a mai. És a java még hátra van. Tudom, hogy ki volt a harmadik. Ha most elkezd vádaskodni, azt be is kell bizonyítani. Nem kell bizonyíték, néhány tanú is elég. Oké, feladom. Peregesse ki a lapját. Csak egy lapom van.
Duke Miller. Ó, Isten! Ő volt Tánya közvetlen felettese. A támadás a csarnokban történt. Ray Skorsky és Fantin is neki dolgozott. Én nem hallgatom ki Duke Millert. Azért, mert a barátja. Úgy tudom, a kapitány elsődleges feladata megvédeni a legénységét. Mi folyik itt, kapitány? Dolan hadnagy szeretne feltenni neked néhány kérdést. A válaszait feljegyzem, Mr. Miller. Mi van? Mi ez a... Hát, gyilkossági ügyben nyomozunk, és maga a gyanúsított. Magának elment az esze. Jack, és ezt a szó nélkül tűröd. Válaszolj a kérdéseire. Rendben, kérdezzen. Emlékszik, hogy hol volt akkor este, amikor Tánya Santost megtámadták? Igen, itt voltam a kabinomban. Egyedül. Hallott arról már korábban is, hogy Rainsnek viszonya volt Santosszal? Engem nem érdekel, hogy ki kivel kefél, ez a nők ügye. Dicsekedett magának Rains azzal, hogy Tánya a barátnője? Az a szemét mindenkinek ezzel dicsekedett. Mr. Miller, megvan a fekete sapkája? Meg. Láthatnám? Tessék. Mióta van magánál? Egy ideje. Mióta kifutottak? Igen, azt hiszem. Igen. Talált benne valamit? Igen. Van benne egy kis címke, amire ráírtak egy számot. Felolvasná? Tizennégy, 75 percé. Ez Skorskyé volt, ez pedig Fantiné. Felolvasná kérem a számokat? Nem. Skorskyé a 14.76 percé, Fantiné pedig a 14.77 percé. Maga szerint ez mit jelent? Majd én megmondom, hogy mit. Ezt a három sapkát egy időben vételezték három másik helyett, amin lyukak voltak, vagy esetleg eltűntek. És fogadni mernék, hogy ez egyetlen raktári kartonon sem szerepel. Maga tehet róla. Remélem tudja. Maga meg a többi hülye feminista liba. Vigyázz, Duke. Oké. Rendben van. Én voltam az egyik, aki rátámadt Santosra. De csak ugrattuk. Tényleg nem akartuk bántani. És biztos, hogy nem öltem meg senkit. Jack. Esküszöm a barátságunkra, hogy nem vagyok gyilkos. Jack, hiszen ismersz! Mr. Miller nem hagyhatja el a kabinját. Ha megszegi a parancsomat, letartóztatom és becsukatom a fogdába. Mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Ember a vízben, bal oldalon! Valaki megnyomta a vészjelzőt a vitorlánál. Ki nyomta meg? Most próbáljuk kideríteni, uram. Ilyen időben senkit sem lehet megtalálni, uram.
Tartsátok a hajót ebben a pozícióban. Szeretném, ha mindenki a maga szintjén létszám ellenőrzést tartana. A tiszteket rögtön utána várom a parancsnoki hídon. Ford? Jelen. Griffiths? Jelen. Hawks? Jelen. Dwayne? Jelen. Edgar? Jelen. Malin? Jelen. Hol van Miller? Fogalmam sincs. Kapitány! Miller nem jelent meg a raktárszint ellenőrzésen. Utasítottam, hogy ne hagyja el a kabinját. Vegye át a helyemet, vendővé, lemegyek. Gyuk! Kedves Jack, nehezen írok neked, öreg barátom, de úgy érzem, hogy ebben az új korszakban mindent elvesznek tőlem, amit az elmúlt 30 év alatt sikerült felépítenem. Nem állnak meg, amíg tönkre nem tesznek, jobb, ha nem adom meg nekik a lehetőséget. Isten veled, Jack, ne hagyd, hogy a gonoszok elkapjanak. Isten bocsásson meg nekem, Gyuk Miller. Igenis, uram. Rács mögött akarom látni, még mielőtt kikötünk. Igenis, uram. Mr. Henry, elmegyek egy pár percre. Jack. Nem is tudom, hogy mit mondjak. De csak a munkádat végeztem. Azt hittem, hogy helyesen járok el. Azt tetted. Akkor mi ez az egész? A Bibliát. Mióta tánya szekrényében megtaláltam. Nem is tudtam, hogy vallásos volt. Bekarikázott egy részt, és a hitetlenek olyanok, mint egy háborgó tenger, amely nem nyughatik, és amelynek vize iszapot és sárt hány ki. Nincs békesség, szól Istenem a hitetleneknek. Ó, mintha tudta volna, hogy mi fog történni. Lehet, hogy nem a szöveg a lényeg. Hanem a számok. Nem tudlak követni. 736. oldal, 57. fejezet, 20-as vers. 736, 57, 20, 7 szám. Lehet, hogy valamilyen kód. Mi áll 7 számból? Hát a telefonszám. Igen. Lehet, hogy az. Megyek, összeszedem Miller holmiait. Még mindig nem hiszem el. Nem sokára jövök. És zárd be az ajtót. Hét számjegyűek.
mi az Isten csinálok. Nem akartuk megerőszakolni. Csak részt akartuk megleckéztetni. Hülyeség volt. Túl messzire mentünk. Hiba volt. De nem akartuk megerőszakolni. Elhiszi? Én nyomtam be azt a riasztót. Megírtam a búcsúlevelet, és lejöttem ide. Szóval Fantin esett a vízbe. Úgy terveztem, hogy a kikötésig elbújok, aztán eltűnök. Tudhattam volna, hogy megtalál. Maga hajthatatlan Dolan. Én nem magát kerestem. Ugyanaz a szám. Tudja, hogy mit csinál? Mi lesz, ha felrobban? Majd meglátjuk. Kokain. Errefele inkább heroinban utaznak. Igazad van, Duke. Hongkongban felpakolok, San Franciscóban lepakolok, és ezzel vége is, ha Santos nem borítja fel a hordót a villás targoncával. Add ide azt a pisztolyt. Jelentette a dolgot nekem. Nem is tudta, hogy benne vagyok. Azt hitte, hogy bennem megbízhat, mivel én is nő vagyok. Mondtam a kis hülyének, hogy ne szóljon senkinek, de nem bíztam meg benne. A támadás kapcsán pedig szépen megszabadultál tőle. De addigra kifecsegte résznek. Maradj ott! Ne csináld, Charlie! Figyelmeztetlek, Duke! Kérlek, ne csináld! Figyelmeztetlek, Duke! Sherlyn, tedd azt le! Bocs, kapitány, de ezennel megtagadom a parancsot. Szerinted megéri? Kérlek, ne nézz így rám, Jack. Csak egy fuvarról volt szó, 500 000 készpénzben. Ugye, te megértesz, ugye? Nem minden tengerészből lehet ügyvéd, amikor leszerel. Innen nem menekülhet, Sherlyn. Ez zsákutca. Senkit sem akartam bántani. Senkit. Tedd le a pisztolyt. Nagyon sajnálom, Jack. De túl késő. Charlene, vigyázz! Thank you.
A bizonyítékok egyértelműen mutatják, hogy Charlene Porter fedélzeti tiszt felelős Reince, Korski és Fantine másodtisztek haláláért. Nekik is azért kellett meghalniuk, mert tudtak a heroinról. Amint megérkezem, az ön asztalára helyezem a teljes jelentést. Maradok tisztelettel, Kaydolen hadnagy. A veszélyes anyagraktárban megtalálták a másik oxigénpalackot. Szóval azt is ő dugta el. Hogy van Miller? Meg fog gyógyulni. De hogy a főnökség hogy jár el vele, azt egyelőre még mi sem tudjuk. Ha ez számít valamit, a jelentésben azt írtam, hogy te példamutatóan intézkedtél. Biztos, hogy megérdemlem? Ez a legkevesebb, amit megérdemelsz. Magyar szöveg Moduna Zsuzsa.